Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, képviselőtársaimat, hivatal dolgozóit, kisebbségi, illetve nemzetségi önkormányzat elnökeit. Megállapítom, hogy 8 fővel határozatképesek vagyunk. Az eredetileg kiküldött napirendi pontokhoz képest két változást javaslok. Az eredeti egyest azt javaslom levenni, hiszen a járási hivatal vezető az nem tudott eljönni, megbetegedett, ezért ez okafogyottá vált. És technikai okok miatt javaslom, hogy majd zárt üléssel kezdjünk, és utána vegyük előre a költségvetési rendeletet, a 2013-ast, mert a belső ellenőr, illetve a könyvvizsgáló asszony is nagyon siet, és itt vannak. Nem tudom, hogy képviselőtársaknak van-e más javaslatuk vagy észrevételük a napirendi pontokkal kapcsolatban. Úgy látom, hogy nincs, akkor szavazhatunk, aki egyetért módosításokkal, kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk, és akkor a nyílt ülést most addig bezárom, és akkor zárt üléssel folytatjuk. Hát egy napirendi pontunk van, úgyhogy szerintem hamar végezni fogunk vele. Akkor folytatjuk a munkát, a nyílt testületi ülésem. És akkor, hogy megszavaztuk, akkor kezdenénk a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásával. Ha valaki esetleg nem ismerné, főleg a televízió nézők, akkor szeretném bemutatni Almási Ibolya belső elnökünket. Nem tudom, kérhetem a kamerát egy picit, akkor irányítsuk rá. Igen. Tehát Almási Ibolya belső elnök. Ugye mellette már mindenki ismeri szerintem a Jónásné Penner Ágnest, aki ugye a könyvvizsgálónk. Akkor először átadnám a szót. Nem tudom, hogy Ági vagy Ibolya, aki szeretné, hát mind a kettőjüknek átadom a szót, és akkor... Kezdjem. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A mai napra előterjesztett, beterjesztett költségvetési rendelet két verzióját kaptuk meg e-mailen. A könyvvizsgáló jelentés írása kapcsán, illetve a felülvizsgálat folyamatában a két verzió közötti különbséget kidolgoztuk, és megállapítottuk azt, hogy az első verzió az a korábbi pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott javaslatokat tartalmazza, egy minimális eltéréssel, de összességében a megfelelően. A másik verzió viszont egy olyan megoldást tartalmaz, ami az óvoda önrészéből veszi el azt a bizonyos 6 millió forintot, amit a pénzügyi bizottság a polgármesteri hivatal dologi kiadásaiból kért csökkenteni. És tekintettel arra, hogy az előterjesztésben nem szerepel arra vonatkozóan semmiféle utalás, hogy akkor melyik verzió megy be a képviselőtestületi ülésre, illetve melyik verzió az, amire a könyvvizsgáló jelentésünket készítsük. Ezért figyelembe véve azt, hogy az előterjesztést meg kell előzze a pénzügyi bizottság véleménye és álláspontja a költségvetésről, ezért az első verziót vettük figyelembe, és arra készítettük el a könyvvizsgáló jelentésünket más utasítás hiány, ettől függetlenül, amit a képviselőtestület elfogad, és ez nem ezzel egyezik, arra utólagosan fogunk reagálni. Ennek megfelelően ellenőriztük a kiküldött táblákat, néhány pontosítást tettünk a táblákba, tehát néhány sor hiányzott, arra javaslatot tettünk kiegészítésképpen, ezt még a tegnapi nap folyamán átküldtük, hogy kiküldésre kerülhessen a képviselők részére. Viszont a főszámok, főszegek megfelelőek voltak. Az államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek megfelelő volt a költségvetési rendelet előterjesztése, így elfogadásra javasoljuk a könyvvizsgáló jelentésünket egy rövid formában, a könyvvizsgálói sztenderdeknek megfelelően elkészítettük, átadtuk, ezen kívül egy részletes jelentésben elemeztük az önkormányzat pénzügyi gazdasági helyzetét is, majd egy vezetői levélben összefoglaltuk mindazokat a lépéseket, amik a költségvetés tervezésének folyamatában történtek, és hogy annak megfelelően hogyan jutottunk el ide. Ennek megfelelően az első verzió szerinti
rendelettervezetet, amennyiben ezt fogják önök tárgyalni, elfogadni, azt mi is elfogadásra javasoljuk a könyvvizsgálati jelentésben szereplő főszegekkel, amely alapján a költségvetési bevételek összege 661.277.000 forint, a költségvetési kiadások összege 647.762.000 forint, a finanszírozási kiadások összege 43.515.000 forint, a hiány tervezett összege pedig 30 millió forint, amely beruházási hitelből valósul meg. Ennek megfelelően akkor ilyen formában elfogadásra javasoljuk a költségvetést. Akkor átadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez év január 1-től látom el az önkormányzatnál a belső ellenőri feladatokat, és hát az elfogadott éves terv alapján az első ellenőrzési témám rögtön sajátos lett, hiszen egy költségvetési javaslat készülésének a folyamatában végeztem el a szabályszerűségi ellenőrzést. Az én munkám nem a költségvetési javaslat megalapozottságának a vizsgálata volt, hanem szabályszerűségi ellenőrzésként azt néztem meg, hogy megfelelően szabályozotta a költségvetési tervezés folyamata az önkormányzatnál, illetve hogy az elkészülő vagy a készülő költségvetési javaslat megfelele az államháztartási jogszabályoknak. A jelentés tervezetet még ennek a folyamatnak a részeként a pénzügyi ellenőrző bizottság ülésére is bevittük jegyzőasszonnyal. Az ott megtett megállapításaim döntő többsége az anyag készülésének a folyamatában javításra, kiegészítésre, módosításra kerültek. Ezeket a végleges jelentésben soronként jeleztem is, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen sajátos módon nem egy utólagos ellenőrzés történt, hanem a folyamat részeként azt gondolom, hogy eredményes volt az ellenőrzés. A végleges jelentésemet szintén látta a következő fordulóban a pénzügyi ellenőrző bizottság, és határidőben megkaptam jegyzőasszonytól az intézkedési tervet is, ami meg a jövőre nézve remélhetőleg rendezi még a fennmaradt, főleg belső szabályozásbeli hiányosságokat. Mindezek alapján ez az előterjesztés, ez a rendelet tervezet és azoknak a számszaki mellékletei megfelelnek a jogszabályoknak, szabályszerűek. Egy-két tétel esetén vizsgáltam a tervezésnek a belső bizonylatait, megalapozottságát, és hát nyilván ezen a területen a jövőben majd a közös munka révén remélem, hogy előrébb fogunk jutni. Úgyhogy a belső ellenőr szemével is ezt az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra javasolom. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, úgy illene, hogy a PEB elnök asszonyának adjam meg a szót, de előtte ugye a második verzió, hogy egyáltalán ez miért született meg, én megkérem a jegyzőasszonyt, hogy ezt röviden, ezt többször is megkérdezték itt ülés előtt, hogy mi ez a második verzió, és miért volt erre szükség, akkor jegyzőasszonyát adom neked a szót, jó? Köszönöm szépen. A két előttem szóló kolléga elmondta, hogy ugye folyamatok történtek a költségvetés 0-tól 3. olvasatáig. Folyamatosan az ő részükről adott jelzéseket próbáltuk beépíteni a költségvetésbe. Ennek következményeként a 3. olvasat egy végleges verzióként tekintendő volt számunkra, hiszen erre készített el mind a belső ellenőr, mind a könyvvizsgáló a jelentését. Majd a PEB-nek február 27-én volt egy ülésem, amelyen a költségvetéssel kapcsolatban sarokszámokhoz visszamenően hozott döntéseket, illetve a hivatali létszámra vonatkozóan hozott döntéseket, vagy döntést, amely azt gondolom, hogy nem felelt meg a testület korábbi döntéseinek. Az egyik az a prémium éves kollégára vonatkozóan a hivatali létszámot 19 főben állapította meg, ebbe a 19 főben beleértendő a prémium éves kolléga is. Az előterjesztés mellékleteként hozzácsatoltuk a 244/2010-es november 23-ai polgármesteri vagy képviselőtestületi határozatot, amelyet már ez a testület
hozott meg. Ebben úgy rendelkezett a testület, hogy elrendeli a polgármesteri hivatal létszámának 2010. december 1-től egy főben történő csökkentését, és a községüzemeltető munkakört betöltő köztisztviselőnek felajánlja a prémium évek programban való belépés lehetőségét. A polgármesteri hivatal létszáma a létszámcsökkenés előtt 28 főről, létszámcsökkenés után 27 főre csökkent. Tehát 2010-ben a hivatali létszámból kikerült a prémium éves kollégának a státusza. Mindemellett a köztisztviselőkről szóló jogszabály is kimondja, hogy a köztisztviselő jogviszonya megszűnik a prémium évek programban való részvételével, és átkerül a prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004 évi 122-es törvény hatálya alá. Az a törvény kimondja, hogy a prémium évek programban résztvevő munkakörrel nem rendelkezik, és nem tekinthető hivatali közszolgálati jogviszony teljesítő kollégának. Úgyhogy arra kérem a testületet, hogy ezt a PEB határozatnak ezt a pontját valamilyen módon próbálja javítani. Nyilván a másik döntése az az volt, hogy a polgármesteri hivataltól 8 millió forint kerüljön csökkentésre, 2 millió forint a személyi juttatásokból és 6 millió a dologi kiadásokból. Én polgármester úrnak és a pénzügyi bizottság elnök asszonyának is jeleztem, hogy ezzel nem tudok egyetérteni. Felsoroltam részletesen az indokainkat. Az egyik többek között az az volt, hogy a 2012-es évi költségvetési év végére, december 31-ig az eredeti előirányzathoz képest 30 millió forintos megspórolt költséghatékony gazdálkodást folytattunk. Ezzel a 30 millióval az idén már nem is terveztünk. Tehát a 2013-as évvel ez egy 30 milliós, közel 30 milliós, az eredeti előirányzathoz közel 30 millió forintos elvonás, és a személyi részből, a személyi juttatásból 2 millió forint azt gondolom, hogy a létszámleépítéssel vállalható. A testület ismeri az ezzel kapcsolatos álláspontomat. Én úgy gondolom, hogy ez a 19 fő, ez az alsó lélektani határ. Ezzel kevesebben sokkal nehezebb lesz a feladat és a hivatalban a munkavégzés. De ha a testület így dönt, elfogadom, viszont ugyanakkor a létszámot majd korrigálni kell, viszont a 6 millió forintot a dologiból én úgy gondolom, hogy nem tudja kigazdálkodni, hiszen a 2012-es évben is szinte minimumra csökkentettük, így tudtunk megtakarítani, és ugye volt egy olyan javaslatom, hogyha az intézmény vagy a költségvetési szerv megtakarítást tud végrehajtani a költségvetésében, akkor az maradjon nála és tudjon fejleszteni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt x évben, de visszatekintett 6 évben biztos, hogy intézményt nem találtam Pilis Csabán, aki ilyen vagy ehhez hasonló mértékű megtakarítást és ilyen hatékony és költségtakarékos gazdálkodást folytatott volna, és én ezzel szemben ezt a még mínusz 6 millió forintos csökkentést úgy gondolom, hogy ez büntetés egy olyan intézménynek vagy költségvetési szervnek, aki a leghatékonyabban gazdálkodott az összes intézmény közül most és az elmúlt években is. Úgyhogy arra kérem a testületet, hogy a második verziót, illetve a polgármester urat is, hogy a második verziót próbálja támogatni, vagy azt elfogadni, ugyanis én a TÜKI elnök úrral is próbáltam költségvetés ügyben valamilyen kompromisszumos megoldásra jutni. Ő javaslata került kidolgozásra, de nyilván majd ő is hozzá tud szólni. Ő javaslatára próbált a hivatal kidolgozni a második variációt, ez pedig az lenne, hogy az óvoda projekt 15 millió forintos fejlesztéséből, hogy a korábbi ülésen is elhangzott, hogy ebben az évben valószínűleg nem fog elkezdődni a kivitelezés, csak a következő évben, és ebben az évben várható költségként olyan 5-6 millió forinttal lehet számolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy működés bizonytalanságba ne menjünk bele, és azt javasolnám, hogy ha valóban ez az összeg úgy tűnik, hogy nem kerül felhasználásra, akkor ez a 6 millió forintos elvonás, vagy
hiánypótlás, ez kerüljön az óvoda pályázat felhasználására tartalékba helyezett 15 millióból pótlásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor most viszont akkor kérni a elnökasszonyt. Köszönöm szépen a szót. Igazából nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert nyilván megkapta mindenki a pénzügyi ellenőrzési bizottságnak a határozatát, de ezt kénytelen vagyok kiegészíteni jegyzőasszony hozzászólására figyelemmel, melyben azt gondolom, hogy nagyon sok torzítás volt. Nagyon sajnálom, hogy a legutóbbi ülésünkön nem tudott részt venni. Személy szerint nem tudtam arról sem, hogy ő nem lesz az ülésen, nyilván valami halaszthatatlan dolga volt. De aki a pénzügyi ellenőrzési bizottság ülésén ott volt, az határozottan emlékezhet arra, hogy a pénzügyi ellenőrzési bizottságon többször feltettük a kérdést, hogy ez a létszám milyen létszám. És ebben a létszámban benne van-e az a programban résztvevő, akiről ugye most jelen pillanatban szó volt. Erre a kérdésre nem tudott senki válaszolni, a helyettesítésével megbízott sem, és minek utána a pénzügyi ellenőrzési bizottság nem szeretett volna a létszámba nyitott kérdést hagyni, ezért hozta a táblázatnak megfelelő, egyébként a táblázatban pontosan ez volt feltüntetve, amiről a mi határozatunk szólt, döntését. Tehát a pénzügyi ellenőrzési bizottság határozatában semmiféle létszámcsökkentési lehetőség nem volt. Nem kaptunk választ a feltett kérdésre, egyébként több ízben. A 8 millió forintos hiány, mely gyakorlatilag a 23-ai vagy 27-ei ülésünkön vált nyilvánvalóvá, több verzióban történő tárgyalás után sem került a helyére. Több döntésünk született arról, hogy a pénzmaradvány kötelezettség vállalással nem terhelt része állítható csak be egyébként forrásként, és még az utolsó verzióban is volt 3 millió forint olyan beállított pénzmaradvány, melynek a kiadási oldalra egyébként nem lett beállítva az a kiadás, vagy éppen tartalék, amire ezt majd költeni kell. Határozat született már januárban arról, hogy milyen beruházások legyenek beállítva, és ennek a fejlesztési hitel legyen a forrása. Ennek ellenére 30 millió forintos fejlesztési hitellel szemben 25 millió forintos beruházás állt szembe, és ez egyébként a januári döntésünk után változatlan formában jött be hozzánk. A pénzügyi bizottság ülésén feltettük a kérdést, és én magam is megkérdeztem a gazdasági iroda vezetőjét, hogy mit javasol a hiány csökkentésére, és semmiféle javaslatot tenni nem tudott. A pénzügyi bizottság mindenféle hivatali támogatás hiányában hozta meg a döntését, és ez alapján javasolja a testületnek az egyes verzió elfogadását. Minden esetre a személyi jellegű kiadás csökkentésére informálisan elhangzottak javaslatok, de nem kívánunk beleszólni a hivatal vezetőjének a hatáskörében, hogy ezt hogyan és mint oldja meg. Ezek szerint ez nem így került megoldásra. Mindenképp ezt a verziót javaslom elfogadásra, amelyet a könyvvizsgálóasszony és a belső ellenőrünk is véleményezett, és a pénzügyi ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, van-e valakinek ez hozzászólni valója, javaslata? Úgy látom, hogy de jegyzőasszonynak van. Hogy egy megjegyzésem lenne, illetve megint szintén csak egy észrevételem. Ha ezt januárban a pénzügyi bizottság látta, akkor a második vagy a harmadik olvasatnál miért nem történt erre reagálás. A másik pedig az, hogy sajnos ezt kell mondanom, de a PEP határozata szintén úgy gondolom, hogy törvénysértő, hiszen a prémium éves nem lehet benne a létszámkeretben.
Itt mondtam az imént, hivatkoztam a 244/2010-es képviselő Pilis Csabai képviselőtestületi határozatra, mely elvonta az egy főt. Most 2013-ban nem áll módonban visszatenni a létszámkeretbe, mert törvénysértő. Először is a HR tájékoztatása szerint a kincstárnak lejelentett létszámban szintén nincs benne a prémium éves kollega, és ami még fontos, és én úgy emlékszem, hogy ez a második olvasatnál talán el is hangzott, és talán éppen a gazdasági iroda vezető úrtól, hogy a prémium éves kollégának a finanszírozása nem is a személyi juttatás soron jelenik meg, hanem van egy külön sor, amin a prémium éves, talán a költségvetés valamelyik táblájában ez fel is volt tüntetve. Én úgy emlékszem, hogy ezt egyszer jeleztük a pénzügyi bizottsági ülésen, úgyhogy kérem, hogyha az első verzió mellett dönt a testület, akkor a létszámból kerüljön meghatározásra, hogy az most 18 fő, vagy 19 fő. Ha 19 fő kerül a létszámba, akkor nekem a jelenlegi hivatali működéssel biztosította jövő, mert a prémium éves nem tartozhat törvényi alapon a hivatali létszámba. Ha 18 főre veszük, akkor tudok intézkedni, és a 2 millióval tudunk számolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdése? Igen, elnök úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ha már a létszámnál tartunk, most nem mennék bele hosszabb vitába. Aki akarja, majd elolvassa a PEB jegyzőkönyvét, ott eléggé abszurd módon méltattam itt a hivatal hozzáállását ebben a tekintetben. De azért azt lássuk, hogy az egyes változatban a létszám 14-es számú mellékletben ott jelenleg az a 17 plusz jegyző fő van megadva, tehát akkor innentől kezdve az első változat úgy gondolom komplex ebben a tekintetben, mert a prémium éves nincsen benne, tehát az a létszám, amit a válsó változat tartalmaz, és hozzátartozó értékek, tehát konkrétan a 2 millió forintos megtakarítás összhangban van, innentől kezdve jónak tűnik. Mind a két változatban egyébként egyformán van ez a rész kidolgozva. Köszönöm szépen, Anyalai elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Én a pénzügyi bizottság elnök asszonyától szeretném kérdezni, amikor a 2013-as éves költségvetést tervezték, azt betervezték-e, hogy az állam, azaz a kormány, hogy a minden önkormányzattól átvállalt 40%-ot. Tudomásom szerint Pilis Csaba önkormányzatától 50%-ot vállalt át, hogy ezt betervezték a költségvetésbe. Tehát itt pénzmaradványról van szó, ugye? Mert nem kell fizessenek annyit ki. Köszönöm. A pénzügyi bizottság ülése alatt írta alá, azt hiszem, polgármester úr, de ő erről jobban be tud számolni az erre vonatkozó okiratot. Jelenleg egyébként ezt még a költségvetésünkbe betervezni nem tudjuk. Ennek az idei évre történő kihatása még bizonytalan. Kötvényünket át kell egyébként váltani forint alapú hitelre. Ha jól tudom, akkor június 30-áig kerül erre sor, és erről majd a forrás biztos tudásában módosítani tudjuk a költségvetést. Köszönöm szépen. Én a dolog kiadáshoz szeretnék hozzászólni. Ugye az valójában tényszerű, hogy a tavalyi évben elég komoly megtakarításunk volt. Én már néhány képviselőtársamnak jeleztem, és most is szeretném kérni, hogy a elnökasszony által elmondottak alapján is mindenképpen előbb-utóbb is módosítani kell a költségvetést. Ha úgy látjuk, ugye júniusra már ez már látszani fog, hogy ez valójában nagyon szűkös, akkor kérem, hogy ezt majd korrigáljuk. Én gondolom, hogy ebben a képviselők partnerek lesznek, hogy amennyiben az egyes változat kerül elfogadásra, akkor itt, ha szükséges, akkor legyen majd korrekció. Úgyhogy ez lenne a kérésem. Nem tudom, van-e még valakinek kérdése? Leső? Ez a 6 millió forint azért nem csekély összeg, szóval ez nem egy olyasmi. Tehát, hogyha ezt valahonnan elveszem, vagy hozzáteszem, akkor azért meg kell indokolni, hogy honnan veszem el, mit veszek el, vagy mit adok hozzá. Tehát konkrétan azért csak így dobálózni milliókkal nem lehet felelősség nélkül, de ezért szeretném hallani ennek kell, hogy kicsit a kifejtett változatát, miután én nem vagyok pénzügybizottsági tag, és nem vettem részt ezekben a
a vitákban, hogy jó lenne hallani erről is valamit, hogy végre minden, miből óhajtom elmenni azt a 6 millió forintot, vagy megfordítva, miért van szükségem erre a 6 millió forintra konkrétan? Mit jelent ez kiadás szempontjából? Adom elnök asszony. Nagyon furfangos kérdést tett fel képviselőtársam, amire nem könnyű válaszolni. És azért nem könnyű válaszolni, mert belső ellenőr asszony burkoltan és nagyon szépen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy egy-két tervezési dokumentumot megvizsgált, és ezen a téren majd még reméljük lesz előrelépés. És akkor ezt én lefordítanám, a tervezési dokumentumok, mint ilyenek, nem feltétlenül léteznek. A tervezés kiindult az előző évi állapotból, és hogyha a képviselőtársam most azt szeretné, hogy a gazdasági iroda vezető rohanjon be a 8-as tábla 34-es sorával, nagy valószínűség szerint nem tudná elővenni a tervezési táblát. Tehát a tervezés, mint olyan, az önkormányzatnál, ahogy a belső ellenőr asszony is mondta, a folyamata és az azok megalapozottsága, hogy finoman fogalmazzak, hagy némi kívánni valót maga után. A pénzügyi ellenőrzési bizottság nem tudja megmondani, hogy melyik kiadás indokolt és melyik nem. A polgármesteri hivatalra ebben óriási nagy felelősség hárul. És ezért is volt problematikus, hogy több körben tárgyalt, összesen négyszer tárgyaltuk egyébként, mert volt négy, vagyis volt egy nulladik verzió is rögtön január elején, hogy gyakorlatilag a határozatokban kért sorok nem kerültek a helyükre, és ezáltal a forráshiány nem derült ki, és gyakorlatilag az orvoslásában nem tudtunk segítséget kérni. És való igaz, ez a 6 milliót nyilvánvalóan a hivatalnak kellett bizonyos sorokból lehúzni. Én nem láttam az indoklásban, hogy milyen sorokról került ez lehúzásra, és hogy van-e e mögött valami. Nyilvánvaló, hogy módosításra fog szorulni ebben az évben is, mint minden más évben a költségvetésünk. Mert bennem például rögtön felmerült, amikor a hóeltakarítás előterjesztését láttam, hogy vajon ebben a horrorisztikus összegben, mert erre azt mondom, betervezésre került-e például a hóeltakarítás, minek utána ennek az összegét már tudjuk. Jó, köszönöm szépen. Én még annyit szeretnék hozzátenni a költségvetéshez, úgy ámblok Cuzánben, hogy ugye volt egy informális megbeszélésünk, amin egyébként ezzel te is részt vettél, és ott szóba került elnézést a költségvetés is. És ugye a korábbi évekhez, ha visszanyúlunk egy picit, akkor jól látható, hogy milyen problémákat kellett ugye megoldani a költségvetésbe. Főleg ugye a 2011-es költségvetés volt nagyon szűkös. Ugye 2012-ben én azt gondolom, hogy a nehéz helyzetünk ellenére, és nyilván a hivatal segítségével, elég komoly megtakarítást értünk el, viszont abba a testület egyhangúan állást foglalt, hogy amit egyébként megígértünk a lakosságnak, hogy ha a költségvetés egyensúlyba kerül, akkor bizonyos fejlesztéseket elvégzünk. Erre most már itt van az idő, látjuk, hogy milyen problémák vannak az útjainkkal, ugye tudjuk azt, hogy mik az égető gondok, tehát óvodai férőhely hiány például, és ahhoz, ezt most már meg kell oldani, nincs mese. A költségvetésben ez be van tervezve, és nyilván ahhoz, hogy ez a költségvetés egyensúlyban maradjon, hiszen működési hiányon nem lehet tervezni, ugye a törvény ezt nem engedi, ugye szükséges volt ezt a 8 milliót valahonnan levenni. Hát ugye ez ilyenkor mindig vitákra ad okot minden évben, ugye a költségvetés az a pontja a testületi munkának, ahol biztos, hogy ha addig nincsenek viták, akkor ott lesznek. Hiszen mindenki a maga területén próbálja az érdekeit képviselni, ez így normális, ezzel nincs probléma. Hát ezt a 8 milliót valahonnan meg kellett takarítani, úgyhogy ugye 30 millió, tehát 3x 10 millió hitel ugye be van tervezve a költségvetésbe. Ugye ezt így sikerült
Én azt gondolom, hogy semmi nincs veszve, tehát ha, én nem érem, hogy minden képviselő társam abban partner lesz, hogyha itt probléma merül fel, akármelyik sornál, de ez egyébként eddig is így volt, a költségvetés módosításánál majd ezt figyelembe lehet és figyelembe kell venni. És akkor én azt gondolom, hogy a módosítás után majd, tehát ez a nyári hónapokban fog véleményem szerint megszületni, amikor már az adósság átvállalással kapcsolatos végleges három oldalú szerződést is aláírtuk, és módosítva van a banknál is a kötvény, akkor világosan látszik, hogy itt hajszál pontosan milyen megtakarításaink vannak, akkor ott lehet ezeket a sorokat rendezni megítélésem szerint, de jegyzőasszonynak átadom a szót. Én úgy gondolom, hogy mivel ez a 8 millió forint kizárólag a polgármesteri hivatalt érinti, a polgármesteri hivatal vezetője a jegyző, aki azt gondolom, hogy a költségvetésért felel. Amit azt gondolom, hogy fontos hozzátenni, hogy valóban én sem tudom, szempontrendszert nem hallottam, indokokat, elveket nem hallottam. Én a pénzügyi bizottság határozatát láttam, ami én úgy érzem, hogy egyszerűen csak rábökött a polgármesteri hivatalra, és megosztotta úgy ezt a 8 millió forintos hiányt, hogy 2 innen, 6 onnan. És azt gondolom, amit szintén fontos tudni, hogy ugye az is elhangzott a pénzügyi bizottság ülésen, hogy ha az intézmény takarékoskodik, az nála maradhat, és azt arra fordíthatja, amire szánja, ha fejleszteni, akkor arra. Ezzel pénzügyi bizottság elnökasszony egyetértett. Ennek ellenére ez néhány hónap múlva sajnos nem tud megvalósulni. Most én azt gondolom, hogy itt van 2 költségvetés, 2 kidolgozott költségvetés. Az egyikben nincsen veszélyeztetve a polgármesteri hivatal működése, és megoldható a 8 millió forintos hiány úgy és oly módon, hogy az egyik sorunkat sem, és egyik intézményünket sem veszélyezteti, sem a működését, és nem veszélyezteti a fejlesztéseinket sem. És van egy másik költségvetésünk, ami veszélyezteti egy költségvetési szerv biztonságos működését. Az én véleményemet több ízben hallotta a testület, illetve a bizottságok. Én azt mondom, hogy ha az intézményvezetőt vagy a hivatalvezető véleményét nem veszi figyelembe a képviselőtestület vagy a bizottság, akkor onnét úgy gondolom, hogy a költségvetésért és ebben az esetben a polgármesteri hivatal költségvetésért is a testületnek kell, hogy vállalja a felelősséget. És mivel valóban sem szempontrendszert, sem elveket, sem irányt egyszerűen nem hallottunk, és én nyilván nem mindenki tudja, de a pénzügyi bizottság elnökasszonyát megkerestem egy harmadik javaslattal is, ami az volt az egyik, hogy 3 millió forintot, a 2 millió forint személyjuttatás csökkentésbe vállalja a hivatal, viszont a 3 millió forintot a hitelátvállalás megtakarított 30 milliójából próbáljunk elvonni, és a másik 3 milliót pedig a szennyvízcsatorna önerejének az kormányzat részéről 100%-ban történő átvállalásában láttuk, ahol szintén 10-12 millió megtakarítás várható. Tehát én azt látom, hogy van egy költségvetés, ami észszerű, és van egy másik költségvetés, ami nem észszerű, és nem is tartható, és nem is biztonságos a működés szempontjából. Azt gondolom, és azt kérem a képviselőtestület, hogy ezt fontolja meg, és amennyiben az első verzió mellett dönt, én nem tudom vállalni a polgármesteri hivatal költségvetésért, betartható költségvetésért a felelősséget. Mert ezt most látjuk, hogy ez egy alultervezett költségvetés lesz. Szerintem egy alultervezett vagy rosszul tervezett költségvetést nem szabad megszavazni. A második verzió egy tartható, egy biztonságos működés biztosító költségvetés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm. Polgármester úr, kénytelen vagyok megragadni a szót, és tisztába tenni egy-két dolgot. Először is, a kormány által biztosított hitelátvállalásról azért nem tudunk még beszélni, mert ahogy a PEB elnökasszony is jelezte, jelenleg a kötvény nem forint alapú, átváltása szükséges. Ennek következményeképpen, akárhogy is számolom, az előző képviselőtestület
nagyon büszkén felvállalta, hogy milyen szuper üzletet kötött ezen a kötvényvásárlással, de azt tudjuk, hogy azóta az euró nem ott van, ahol volt akkor. Konkrétan 25% veszteséget okozott ez a művelet. Ennek következtében azt az értéket meghatározni most, hogy az 30 millió, 10 millió vagy 40 millió nem lehet. Valószínűsítem egyébként, hogy inkább a 10-hez fog húzni, mint a 30-hoz. Következő dolog az az lenne, amit itt hallottunk szennyvíztelep ügyben, ugye azért, hogy tisztába tegyük a dolgot, ugye egy szennyvíztelep fejlesztés folyik, aminek nem tudjuk jelenleg a beruházási értékét. Tehát, hogyha ott önrész átvállalásról beszélünk, vagy finanszírozásról, a kormányzat részéről, akkor ugyan a pályázatban szereplő önrész átvállalása megtörténik, de a beruházás valós értéke jóval a pályázati érték fölött lehet, tehát az önkormányzatnak lehet, hogy még 10, 20, 100, 200 milliót hozzá kell tenni. Ezt legkorábban idei év december környékén fogjuk megtudni. Tehát azért kérdezem, hogy milyen felelős gondolkodásról van ez a gondolatmenet, amikor a bizonytalanságokat vágdossuk úgy magunk elé, hogy vagy így, vagy úgy, innen húzzuk, onnan húzzuk. Tehát javaslom a jegyzőasszonynak ezt a harmadik elképzelését, ezt vonja vissza, mert önmagában szerintem nagyon sekély és sivár. A másik dolog, ugye a fejlesztéseinkkel kapcsolatosan, óvodafejlesztés, annyit kell tudni, hogy jegyzőasszonynal egyeztettem erről, jeleztem, hogy az idei évben nem szükséges azt a 15 millió forintot a költségvetésben bent hagyni, ugye nem fog felmerülni ez az összeg, de kérdezem én, a következő évi költségvetés mennyivel lesz jobb? Mennyivel lesz nagyobb megtakarítás? Honnan tudjuk azt, hogy a következő évben, amit hozzá kell tenni a nyert pályázathoz, ami cirka 60-80 millió forint, azt honnan fogjuk előteremteni, hogyha idén sem akarunk 60-80 milliót felmutatni? Tehát egy csomó kérdést vett fel. Tehát azt szeretném valahogy megértetni mindenkivel, hogy azzal tervezzünk, amink van. És akkor most rátérnék arra a pontra, ami viszont nekem nagyon fájó, hogy miért kell háromszor vagy négyszer tárgyalni egy költségvetést. Hát azért kérem szépen, mert a költségvetés tervezés folyamata hibásan zajlik ebben a hivatalban. A probléma az ott van, hogy vannak előírások, az előírások be nem tartása következtében téves számok kerülnek be az olvasatokba, és ezeket követően, amikor ezek javításra kerülhetnének, akkor már nem építkező költségvetésről beszélünk, hanem egy szükségköltségvetésről, magyarul futunk a pénzünk után. Ahelyett, hogy mondjuk az eredeti verzióban, ahogy elhangzott, a hitelhez megfelelő beruházási érték lett volna hozzárendelve, és egy számszaki hiba miatt, ugye 5 millió forint hiány keletkezett a rendszerbe. Tehát én azt szeretném érzékeltetni, hogy itt most nagyon jól beszélgetünk erről a 8 millióról, ez a 8 millió nem létezne, hogyha szabályos, rendezett, körülmények között készült volna el a költségvetés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pásnak úr. Köszönöm szépen. Csak az adósság átvállaláshoz szeretnék egy mondatot mondani. Ha jól tudom, a kormányzat szándéka az, hogy az átvállalt adósságot működésre felhasználni nem lehet. Tehát vagyongyarapításra, fejlesztésre lehet felhasználni a megtakarítást. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye két verzióról beszélünk most, tehát két pontos költségvetésről beszélünk, ugye egy, amit a PEB, illetve a könyvvizsgáló és a belső ellenőr átnézett, illetve egy, amit a jegyzőasszony, mind a kettő. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy a második verzió, ominózus második verziót a könyvvizsgálóasszony, illetve a belső ellenőr áttekintette-e, illetve erről van-e vélemény, hivatalos vélemény. Jól emlékszem, ezzel kezdte a könyvvizsgáló asszony a mondandóját, hogy mind a kettő költségvetést megvizsgálta, és mind a kettőt javasolja elfogadásra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... A PEB tárgyalta? A PEB látta a pénzügyi bizottság? A másodikat volt? Igen. A másodikat nem, mert nem is volt állít, de akkor visszadom a szót, jó? Köszönöm szépen a szót. Tehát mind a kettő verziót megvizsgáltam, ez helyes. Viszont az első verzióra vonatkozóan írtam a könyvvizsgáló jelentésemet, tekintettel arra, hogy ezt előtte a pénzügyi ellenőrző bizottságnak meg kell tárgyalni. És miután a pénzügyi ellenőrző bizottság javaslata utáni verzió az első verzió, ezért erre vonatkozóan írtam a
könyvvizsgáló jelentésemet. Ettől függetlenül, ha második verziót fogadják el, akkor erre vonatkozóan utólag ki tudom adni a könyvvizsgáló jelentésemet. Jó, köszönöm szépen. Összem Dezső, te belebírálkoztél, akkor adom a szót. Még egy, a tavalyi költségvetésnek volt egy rázós pontja, az a helyi adóbevételeknek a teljesülése a tervezet, illetve az elfogadott költségvetéshez képest a befolyt bevételek. Az itteni, most előterjesztésben meglévő itt lévő bevételek, ezek tarthatóak a hivatal szempontjából? Tehát ez egy olyan előirányzat, ami várhatóan teljesülni is fog, vagy pedig ismételten az év végén kell korrigálnunk hozzá? Azt kell mondjam, hogy nem terveztük alul, hanem a tavalyi évhez hasonlóan terveztük ezeket az adóbevételeket, hiszen ezeket meg kell próbálni behajtani. Tehát, hogy mennyire lesz valós, ugye tudjuk, hogy a tavalyi évben hozzá kellett ehhez nyúlni. Én egyébként én nagyon szeretem mindig az arany középutat járni, mert abból nagy baj nem lehet. Én azt gondolom és bízom a képviselőtársaimba, még egyszer elmondom, hogy ha azt látják, azt látjuk, hogy júniusban, szeptember vagy novemberben igenis ide még pénzeket kell mozgósítani, mondjuk a dologi kiadásokra, mert csak mondok egy példát, hogy akár a karbantartások, ugye korábban beszéltünk többször, én is beszéltem Nézszem közt is elnökasszonnyal, hogy nyilván nem csak fejlesztések vannak, hanem vannak karbantartási része is a költségvetésnek, akár a fűkaszálás, egyéb karbantartás. Ha oda pénz kell, akkor ott nyilván oda kell majd tolni azt a pénzmennyiséget, mert az nem lehet, ugye, hogy több mint 30 millió forinttal ugye megkurtítottuk a dologi kiadást, mert ugye tavaly sikerült ezen takarékoskodni és megspórolni, de az is elhangzott már korábban, még aztán pénzügyi bizottsági ülésen is, hogy ennek van egy másik oldala is, hiszen vannak olyan munkálatok, amiket nem biztos, hogy elvégeztünk. Tehát én még egyszer azt szeretném kihangsúlyozni, én gondolom mindenki partner abba, hogy ha mondjuk az első verzió kerül megszavazásra, akkor nyilván a biztonságos működésben mindenki érdekelt, az önkormányzat minden egyes tagja. Tehát nyilván ezt majd megfelelő módon lehet még orvosolni. Tehát ez nem jelenti azt, az én meggyőződésem szerint, hogy itt most júniustól majd be kell zárni a polgármesteri hivatalt, vagy valamilyen munkátokat ne tudjunk ellátni. Elnök asszony. A konkrét kérdésre válaszolva, a tavalyi eredeti előirányzatok kerültek tervezésre, és kérésünk szerint a tényleges teljesüléshez képesti különbözet tartalékok között került tervezésre, emlékeim szerint 11 millió forintos nagyságrendben. Jó, köszönöm szépen. Van-e valakinek további kérdése, javaslata? Úgy látom, hogy nincsen, akkor szerintem szavazunk. Ugye elhangzott, hogy a belső ellenőr, illetve a könyvvizsgáló asszony is ugye az első verziót, illetve a PEB is az első verziót javasolja szavazásra, akkor én felteszem a kérdést, hogy az első verzió szerinti rendeletet, azt aki el tudja fogadni, kérem jelezze. Tehát az egyes verziót, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen szavazat, aki nem tudja elfogadni, olyan nincsen, akkor tartózkodott 1. Helyes, tehát 7 igen, 1 tartózkodás mellett fogadtuk el a rendeletet, ugye itt a főszegek. Ugye ez 15 paragrafusból áll, ugye nem fogom felolvasni 15-öt, ugye még egyszer, tehát a költségvetés, a kiadás tervezett összege 647 millió 762 ezer forint, finanszírozási kiadás tervezett összege 43 millió 515 ezer forint, költségvetés, bevétel tervezett összege 661 millió 277 ezer forint, és ugye a finanszírozási bevételek tervezett összege 30 millió forint, ugye ezek a fő számok. És akkor megyünk tovább. Az eredeti napirendi pontok kettes napirendi pontja. Ez a budaörsi rendőrkapitányság Pürisvörösvári rendőrös őrsparancsnok kinevezésének támogatása.
Galuska, Tomcsics László rendőr ezeres kapitányságvezető úr levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Kocka Gábor rendőr alezredes urat 2012. szeptember 15-ai hatállyal megbízta a Budaörsi Rendőrkapitányság Pirisvörösvár rendőrös őrsparancsnoki feladatainak ellátásával, kinevezésére nagy valószínűség szerint 2013. március 16-ai hatállyal kerül sor. Ugye itt az önkormányzatnak van egy egyetértési joga, ugye Kocka Gábor rendőr alezredest azt gondolom mindenki jól ismeri, mondhatni, hogy régi új őrsparancsnokról van szó. Én azt gondolom, hogy ezzel kell húzni az időt. Szerintem nyugodtan szavazhatunk, aki egyetért Kocka Gábor rendőr alezredes őrsparancsnoki kinevezésével, azt kérem jelezze. Egy társunk kiment, tehát 7 igen szavazattal elfogadtuk. A következő napirendi pontunk beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Én nem kívánom kiegészíteni. Nem tudom, van-e valakinek kérdése, vagy javaslata ezzel kapcsolatban, úgy látom, hogy nincs. Aki a beszámolót elfogadja, kérem jelezze. 7 igen szavazattal, bocsi, elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, az pedig beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. Itt ugye a PEB is hozott egy határozatot. Nem tudom, elnök asszony, erről szeretné-e szólni, vagy nem? Nem? Jó. Akkor van valakinek esetleg ezzel kapcsolatban kérdése, vagy sem? Úgy látom, hogy nincs. Akkor aki elfogadja a beszámolót, kérem jelezze. Szintén 7 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Február 18-án Farkas Flórián úrral, országos cigányközött elnökével találkoztam a székházukban. Itt a téma az a foglalkoztatás, egyéb pályázati lehetőségek kérdése volt. Ebben kértem a segítségüket, hogy amennyiben lehetőség lesz, akkor ebben támogassák az önkormányzatot, illetve a nemzetiségi önkormányzatunkat. 20-án a Fővárosi Vízművek vezérigazgatójával folytattam egy megbeszélést. Ugye itt ez most már tudható, hogy a Fővárosi Vízművek, illetve a Pirisvári Vízművek Kft. Az nem fog tovább szolgáltatni, és itt a megegyezés érdekében folytattunk egy megbeszélést. 22-én Lakatos László úr, a DLB Bank ügyvezető igazgatója, szintén egy megbeszélés volt itt a hivatalban. Nekik vannak itt tulajdonban lévő ingatlanok, amit ugye lefoglaltak, és ezzel kapcsolatban tájékoztatom, hogy itt milyen lehetőségek vannak. Itt a főépítész is jelen volt ezen a megbeszélésen, ha jól emlékszem. 25-én a tankerület igazgatójával, Fogarasi Attilánéval folytattunk egy megbeszélést, itt az iskola jövőjéről volt szó, illetve itt volt egy képviselői kérés, nevezetesen a Mocsári Dezső úrnak volt egy javaslata, ami találkozott a tankerület vezetőjével, hogy tartsunk egy megbeszélést, egy fórumot Piris Csaba oktatásával kapcsolatban, milyen egyéb lehetőségek lesznek itt a jövőben, mi lesz egyáltalán a Jókai Általános Iskolával. 26-án Miklósvári Géza, a PSE elnökével és Győri Gáborral folytattunk szintén egy megbeszélést. Itt a pályázati lehetőségek kerültek szóba, illetve hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is fogadnánk Piris Csabán egy sztár csapatot, egy öreg fiúk csapatot, és ezt egyeztettük, ennek a lehetőségeit. Február 27-én, ahogy korábban itt elnök asszony már mondta, a belügyminisztériumban aláírtam az adósság átvállalásáról szóló szerződést. Ugye erről annyit lehet tudni, hogy az első iratanyag szerint, az első verzió szerint 40% lett volna az átvállalt összeg. Ugye benn jártunk jegyző asszonnyal, gazdasági irodavezető úrral a belügyminisztériumban egy egyeztetésen,
ott viszonylag röviden, de lényegre törően érveltünk, hogy miért szeretnénk, ha ezt az összeget megemelnék, és hát érzem, hogy ezt sikerrel jártunk, mert hogy 50% lett belőle, ami valamivel magasabb, mint 155 millió forint összeget jelent Pilis Csabán. 28-án a Pest megyei Iparkamara székházában találkoztam dr. Kucsok Lajossal, ugye aki ország képviselő, és hát ugye Pilis Csabán lakik. Egyrészt tájékoztattam az itt elvégzett munkáról, másrészt kértem a segítségét, hogy amennyiben lehetősége van, az segítse itt az önkormányzatot. Február 29-én volt ugye egy előadás, itt Pilis Csabán, Balogh Béla előadása, amin több képviselőtársammal is részt vettünk. Március 1-én szennyvíztisztító projekt menedzserével és Győri Gábor műszaki irodavezető, illetve most már osztályvezető kollégámmal jártunk a belügyminisztériumba, ahol volt egy tájékoztatás, itt korábban már elhangzott, hogy ez kiemelt projekt nyilvánította a kormány ezeket a szennyvíztisztító, vagy ezzel kapcsolatos beruházásokat, és Pilis Csaba az első körbe belekerült abba a listába, mely szerint a kormány az önrészt felvállalja. És akkor, amit az elnök úr elmondott, hogy azért a nézők is értsék, tehát az előző testület ezt a pályázatot úgy adta be, hogy egy tanulmányra épített. Tehát semmilyen műszaki terv, vagy semmilyen minimális terve nem rendelkezett, ezért ugye a mai napig nem tudjuk, hogy ez 799 millió lesz, vagy 820. Tehát erre célzott. Ugye itt majd a következő napi rendi pontoknál ez majd szóba fog kerülni, de mindesetre az örvendetes, hogy az ön részben ilyen komoly segítséget kap majd többek között Pilis Csaba önkormányzata is. Március 2-án a hagyományos sári-sápi térségi borversenyen jártam, nem mint induló résztvevő, hanem mint polgármester, hogy itt az a szokás, hogy elméletileg ahonnan indulnak, ott a polgármestereket is meg szokták hívni. És itt én is átadtam az önkormányzat nevében a legjobb Pilis Csabai borásznak egy díjat. Egyébként annyit lehet tudni, hogy 230 borminta és 109 pálinka vett részt a versenyen, tehát egy elég komoly térségi verseny volt ez. Március 6-án a korábban említett oktatási kerekasztal fórumra került sor. Itt örvendetes, hogy a tankerület részéről is hárman megjelentek, illetve tulajdonképpen minden intézmény vezetője, nemzetiségi önkormányzat elnökasszonya is természetesen részt vett. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt. Annyit megtudhattunk, hogy a Klebersberg központ tulajdonképpen döntött, a Jókai Mar általános iskola az marad, és próbálnak majd különböző fejlesztéseket végrehajtani, hogy ez előbb-utóbb egy jól működő iskola legyen, és ez a szegregált oktatás, vagy ez a szegregáció, ez a spontán szegregáció tulajdonképpen megszűnjön. Ugyanezen a napon még találkoztam Rácz Attilával, aki a DMLV képviselője egyébként, és az ügyben folytattam vele megbeszélést, hogy amennyiben itt esetleg ideje korán ugye megszűnik a üzemeltetés, akkor a DMLV ezt hogyan tudná felvállalni, milyen feltételekkel, hiszen a víziközmű törvénynek igazából mondhatom, hogy a térségben senki más nem tud megfelelni, mint a DMLV, ezért teljesen világossá vált, hogy nekünk itt 99%-ban a DMLV lesz a partnerünk, tehát velük kell majd mi hamarabb megegyezni. Egyébként annyit erről tudni lehet és tudni kell, hogy mi hamarabb kell egy vagyonértékelést majd elkészítenünk, hiszen ez lesz az alapja annak, hogy a következő szolgáltató, ami nagy valószínűség szerint május közepétől lép majd a Pilis Csabai Vízművek Kft. Helyébe, amennyiben sikerül megállapodnunk, akkor a leendő bérleti szerződés, vagy pedig a vagyonkezelési szerződés, hiszen erre van lehetősége az önkormányzatnak, annak az alapja mindenképpen ez a vagyonértékelés, tehát ez ügyben én úgy látom, hogy mindenképpen majd rendkívüli testület ülést is kell majd összehívni. Március 11-én, azaz tegnap pedig ügyvéd úrral szintén a fővárosi vízműveknél folytattunk egy megbeszélést,
Itt már konkrét javaslatokkal éltünk. Elmondtuk, hogy mi módon szeretnénk megállapodni velük, úgyhogy itt most készül majd egy szerződés tervezet, amit ahol egyébként természetesen számok is lesznek, és azt majd nyilván a bizottságok is fogják látni, illetve hát a vízügyeknél is az igazgató tanácsnak is jóvá kell hagyni, majd aztán nyilván a képviselőtestületünknek is. Hát röviden, vagy nem annyira röviden, de ennyi volt a fontosabb események listája. A következő napirendi pontunk pedig zárt ülésen hozott határozatok ismertetése, jegyzőasszonyi a szó. Köszönöm szépen. Az elmúlt időszakban Pilis Csaba nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete egy zárt ülésen hozott határozatot alkotott. A 19/2013-as másodikó 13-ai számú határozat Pilis Csabáért emlékplakett adományozásáról. Pilis Csaba nagyközség önkormányzat képviselőtestülete Pilis Csaba nagyközség több évtizeden át tartó szolgálatáért dr. Triznádár Gábornak Pilis Csabáért emlékplakettet adományoz. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk pedig a 2012. évi költségvetési rendeletünk módosítása. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta. Nem tudom, hogy van esetleg valakinek hozzászólási javaslata. Akkor ez szintén rendelet alkotás, tehát aki ezt elfogadja, kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk. Középtávú tervezés az adósságot keletkeztő ügyletekből adódó kötelezettségekről. Szintén, ugye ez egy új jogszabály írja ezt elő, pénzügyi bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolta. Nem tudom, van-e valakinek ehhez kapcsolatban valami kérdése, javaslata. Akkor, ha nincs, akkor van? Nincs. Nincs, akkor szerintem szavazhatunk. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Szintén egyhangú 8 szavazattal elfogadtuk. Vagyonrendelet módosítással kapcsolatos tájékoztatás. Jegyzőasszonynak átadom a szót. Köszönöm szépen. A nemzeti vagyonról szóló törvényünk 7-es paragrafus 1-2-es bekezdése szerint a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A törvény 9. szakasz 1 bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak a vagyon felettiek szerinti rendeltetése biztosítása céljából középös hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás formáit, vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítását, vállalkozás folytatásával történő hasznosítását. A vagyongazdálkodási tervre vonatkozó kötelező tartalmai elemeket sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem egyéb jogszabály nem írja elő, ezért hivatalunk megvizsgálta az általános joggyakorlatot, és az alapján elkészítette ezt a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. A vagyonrendelet az új jogszabály változásával együtt a helyi önkormányzati vagyonrendeletünket módosítani, illetve felülvizsgálni szükséges. Belső ellenőr most a költségvetés ellenőrzése során is tett javaslatot, hogy mi az, amit a vagyonrendeletünkbe majd módosítani, vagy ha hiányos, akkor beépíteni lenne szükséges. A vagyonkataszterünket is jelen pillanatban
módosítjuk, illetve egy új szerződő fél elkészíti korábbiakban nem igazán vezetett vagyonkatasztert. Ez a napokban elkészül, vagy talán már el is készült. Ez az alapja ennek a vagyonrendeletnek. Amíg ez a vagyonkataszter nem készül el, addig sajnos nem tudjuk a vagyonrendeletet felülvizsgálni. Majd ez a munkaanyag egyeztetésre fog kerülni a könyvvizsgálóval, illetve a belső ellenőrrel egyaránt. Ebben a testületi határozatban most arról kellene dönteni, ugye két határozat lenne. Az egyik itt a mellékletben javasolt közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv, ami mondom az általános, mivel a törvény nem írja el ennek kötelező tartalmi elemeit, ezért az általános joggyakorlatból indultunk ki. Ezt javasolnánk a testületnek elfogadásra, illetve egy felhatalmazás arra, hogy a hivatal vizsgálja fölül a vagyongazdálkodásról szóló helyi önkormányzati rendeletet, és azt a következő testületi ülésre, amennyiben lehetséges, terjessze elő. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdése, vagy javaslata? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor szerintem szavazhatunk. Tehát akkor az első határozati javaslat a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervek elfogadásáról, nem fogom felolvasni, aki egyetért vele, kérem, jelezze. 8 egyhangú szavazattal, és a következő pedig, ugye, amit itt a jegyzőasszony is tájékoztatott, hogy a vagyonrendelet módosításával kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról. Ugye, ami majd jön majd vissza rendes képviselőtestületre. Akkor, aki ezzel egyet tud érteni, kérem, jelezze. Szintén 8 egyhangú szavazattal ezt elfogadtuk. A következő napirendi pontunk, településvezetési koncepció elfogadása. Ugye, hogy a 2012. szeptember 11-én döntöttünk arról, hogy megkezdjük a település rendezési eszközeinek módosítását. Ugye többen, mikor meghallják ezt a településvezetési koncepciót, akkor a fejükhöz kapnak, hogy na, már még egy koncepció, és a sokadik. De hát hogy az értékgyűjtő akción, és többen elmondtuk, hogy ugye többször elindították már ezt a településvezetési koncepciót, de soha nem ért a végére. Ugye most van egy olyan főépítészünk, Kolossa József személyében, aki hát bevállalta, hogy ő már pedig ezt belátható időn belül végig viszi. Ugye csak a lakosságnak mondom, a kedves televízió nézőknek, ugye az nem azt jelenti a településvezetési koncepció, hogy elkezdünk ötletelni csupán, ugye ez is benne van, hanem egyéb más vonzata is van, ami egyébként nagyon fontos Pilis Csabának, hiszen itt vannak olyan területek, amiket szeretnének rövid vagy hosszú távon megfejleszteni, vagy például vannak olyan szántók, amit szeretnének mondjuk gazdálkodni, de a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé. Tehát ugye egy ilyen településvezetési koncepciónál ezeket mind elő lehet venni, és ugye az értékgyűjtő akción felül ugye itt tényleg én azt gondolom, mindenkit, aki csak lehetett, bevontunk ebbe a koncepcióba, civil szervezeteket, lakosokat, szomszédtelepülések önkormányzatait, még a testvérvárosokat is, hogy megpróbáljunk egy olyan koncepciót és utána egy olyan szabályozást végigvinni belátható időn belül, ami valójában a település többségi akaratát tükrözi. És akkor én átadnám a szót a főépítész úrnak, Kolossa József úrnak, ha valaki nem ismerni, akkor most majd megismerheti. Köszöntöm a képviselőket, köszöntöm a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit és a kedves tévénézőket is. A polgármester úr szavaihoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy a településfejlesztési koncepció kapcsán megkeresett civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek között a válaszok tulajdonképpen két fő területen érkeztek. Az egyik típusú válasz az egy ilyen boldog, joviális megszólítás volt, hogy örülnek, hogy az önkormányzat nyit a civilek felé, és hogy megpróbáljuk a véleményüket figyelembe venni. A másik részük, akik viszont észrevételt, konkrét kritikát megfogalmaztak, döntő többségükben azt kérték a megküldött koncepció tervezeten számon,
hogy miért nem tartalmaz konkrétumokat. Tehát miért a koncepció miért úgymond konfliktus kerülő, és miért általánosságban beszél dolgokról, holott itt kőkemény tények vannak. És akik magánszemélyek vagy akár szervezetek föltettek kérdést vagy észrevételt fogalmaztak meg, nekik személy szerint is válaszoltam, illetve az előterjesztésben a tisztelt képviselők láthatják, hogy egy összesített választ is adok. Arról van szó, hogy a korábbi településrendési eszközökre vonatkozó felsőbb szabályozások a koncepciónak kötelességévé vagy feladatává tették, hogy a konkrétumokról is beszéljen, ezért nem csak a Pilis Csabaiak, hanem Magyarország lakosságának az egésze, ahol most bárhol koncepcióalkotás zajlik, hozzászokhatott a korábbi években, hogy a koncepció konkrétumokat is tartalmaz, hiszen ez számon is volt kérve a koncepció műfajától. Idéntől, 2013. januárjától viszont olyan szabályozás van érvényben, ahol is egy új szabályozási elem, vagy egy településrendezési eszköz jelenik meg, és ez pedig az integrált településfejlesztési stratégia, ahol is akcióterület kijelölésekkel, konkrét gazdasági megfontolások mentén is kell konkrétumokat mondani. Ilyen formán tulajdonképpen ketté oszlik ez a stratégiai tervezés. Egyrészt van a koncepció az általánosságokkal, másrésztről van a stratégia a konkrétumokkal, és ebben rejlik tulajdonképpen a válasz, hogy a koncepciónak jelen pillanatban egy nagyon finom, nagyon árnyalt, de ugyanakkor általános ügyekkel kell foglalkoznia, és majd most, hogy jóvá lett hagyva a költségvetés, már tudjuk azt, hogy tudunk foglalkozni a stratégiával is, illetve majd később a szerkezeti tervvel. Na, ott már konkrétumokról lesz szó, és amelyik szervezetek eddig is részt vettek a beszélgetésben, a párbeszédben, bizton számíthatnak arra, hogy újra megkeressük őket. Ezúttal már munkacsoportokban, akcióterületekre bontva, témákra lebontva, és nyilván rengeteg konkrétumokkal. Előzetesen annyit szeretnék még mondani, hogy a munkaterv alapján az integrált településfejlesztési stratégiának az elfogadása, az ha sikerül, akkor nyár elején, ha kevésbé vagyunk szerencsések, akkor de nyár végére idén megszületik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már is adom, még annyit szeretnék elmondani, hogy a TÜKIP bizottságunk tárgyalta, és javasolja egyébként elfogadása. Nem tudom, hogy elnök úr szeretné hozzáfűzni bármit is, nem, akkor viszont anyalai elnök úr jelentkezett szólásra. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Én a főépítész úrtól szeretném kérdezni, hogy településfejlesztési koncepció elfogadásáról van itt az anyag előttünk. Egyszerűen nem értem, hogy a hun nemzetiségért egyesület ki hun, ki nem hun, vagy húnyunk, vagy nem húnyunk. Sajnos ezt kell mondjam. Hogy illik bele a második gondolat településfejlesztési koncepcióhoz? Én laikus vagyok hozzá, önök szakemberek. És ön behozta ezt ide a testületi ülésre, hogy fogadják el. Egyes. Közösségi tudat kialakítása. Igaz, ez ember legnehezebb, mert itt elsősorban az érzelmi alapokat kell megerősíteni. Pilis Csabán három nemzetiség található, ebből kettő magát kisebbségnek tartja, nem ismeri ön se, hogy idehozta, nem ismeri az adott úriember, aki megírta a hun vagy nem hun egyesület részéről ezt a dokumentációt. Kisebbség nincs. Az új nemzetiségi törvényben nemzetiségek szerepelnek. Innen kezdve, ugye ő azt mondja, hogy ebből kettő magát kisebbségnek tartja, vagyis egy másik nép többségének, magyar többségében élő kisebbségnek. Nincs kettős identitástudat. Uraim, tudják, hogy mi ez? Le van írva, és ön javasolja ezt elfogadásra. Én is javasolnám, ha ezt kiveszik. Tovább megyek, és elnézést kérek, hogy rabolom a idejüket. Nincs kettős identitástudat. Az vagy az egyik néphez, vagy a másik néphez kötődik. Na most azért... Itt még elmondhassuk, a roma nemzetiségi önkormányzat is, meg a romák, akik itt élnek Pilis Csabán, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke is, a Gyula bácsi is, mint törgyökeres csabaiak vagyok, nem bevándorló, gyütmentek. Ezt szó szerint így le lehet írni, és akkor még tovább megyek. Nem lehet valaki egyszerre, például a mai német, ez vonatkozik az elnökasszonyra, nem lehet a mai magyar is lelkű, csak az egyik. Na most ebből ugye kimaradt a Gyula bácsi, mert a Gyula bácsi meg szlovák, én meg roma. A kisebbségi státusznak semmi más értelme nincs,
mint hogy ezen csatornán többlet pénzhez jusson a részközösség által vélt anyaországi többség. Rövid leszek, megpróbálok, ne haragudjatok, hogy rabolom a időt. El kell érni, hogy ezek a közösségek valós nemzetrészek, zárójelben, most már tudja, a nemzetiségek legyenek közös magyarság tudattal. Na most megkérdem én, Pilis Csaván meg az országban, ki a magyar? Mert üzenem a Ugrin úrnak, hogyha én betyárruhába öltözök, és hófehérbe, és szitőt fogok akasztani az oldalamra, és Krisztusba, papusba fogok járni, akkor én magyar leszek? Vagy cigány leszek? Elsődlegesen, aki most itt ül az asztalnál, és a Pilis Csabaiakról van szó, a három nemzetiség önkormányzat választás útján hivatalosan alakult meg. Innen kezdve ő ezt ne cáfolja, mert le van írva az anyagban, és nem akarok ebben tovább menni, de én most üzenem neki, föl fogom venni ezt a ruhát, vállalkozó leszek, kocsit fogok venni, ide fogok adózni Pilis Csabához, és szlovák rendszám lesz nekem a kocsin rajta. Tehát egy olyan ember, aki ott ült az asztalomnál, tisztelt képviselők, tisztelt képviselő urak, a választás idő alatt, és szó szerint a seggemet nyalta, és odahozta a fiát, aki úgy be volt lőve, mint annak a rendje, utána lement utána a Barics Jánosnéhoz, és ő akarja megcsinálni Pilis Csabán a kisebbség, a nemzetiségek között a huszítást. Tehát tisztelettel kérem önöket, hogy innen kezdve, amikor a kettes gondolat van, és ha önök elfogadják ezt a település koncepciót, de én szerintem ezt mindenféleképpen ki kell törölni belőle. Köszönöm szépen. Jó. A telepvisli koncepcióval természetesen nincsenek benne, ezek vélemények, amik csatolva lettek. Ugye az örvendetes egyébként, hogy hát szinte majdnem minden, hát mondjuk úgy, hogy értelmes, komoly véleményre egyébként a főépítész úr válaszolt. Tehát nyilván itt vannak olyan vélemények, amik egy picit ilyen politikai jellegűek. Vannak például ez a véleményt, ezt kimondottan gyűlöletkeltőnek tartom én is, hiszen ahogy ugye feltetted a kérdést, hogy ki a magyar, ugye így és Gyula ezt elég jól megfogalmazta, hogy magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. Úgyhogy innentől kezdve szerintem ez teljesen egyértelmű. Tehát én azt gondolom, hogy ezek, amik mögé lettek csatolva, hát ezek vélemények. Ezekkel hát Magyarországon véleményszabadság van, tehát neki ez a véleménye. Hát én sem értek vele egyet, sőt kimondottan károsnak tartom az ilyen megnyilvánulásokat, de hát ez van, de akkor átadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kedves Bírának a felvetését, mert egyrészt szeretném azt rögtön tisztázni, hogy ahogy polgármester úr is mondta, ezek vélemények, a koncepció kapcsán született vélemények, és nekem, mint főépítésznek jogszabályi kötelességem az összes felmerült véleményt bemellékelni, és nyilván a felmerült vélemények és észrevételekre kell hivatalos választ adnom. Tehát az előterjesztésemnek a nem tudom hányadik oldalán látható az, hogy ez erre én válaszolok. Ugyanakkor azért köszönöm a felvetést, és hogy ez szóba került, mert így talán egy pici ízelítő kapcsán a tisztelt képviselők látják, hogy mennyire szerteágazóak azok a településen belül megfogalmazott vélemények, amiket valahogy össze kell fésülnünk, és eddig is szeretném megköszönni a képviselőtestületnek azt a fajta türelmét, amit efelé a koncepcióalkotási folyamat felé tanúsított, mert hiszen látszik, hogy nagyon messziről indulunk, nagyon nagy távolságokból kell valami úton módon összeköttetést kovácsolni, és az is látszik, hogy várhatóan előbb-utóbb lesznek olyan pontok, ahol lehet, hogy nem lesz összeköttetés. Tehát, hogy ez teljesen természetes. Ugyanakkor arra szeretném kérni a nemzetiségi önkormányzatokat és képviselőiket, hogy úgy, mint ahogy eddig is a stratégia alkotási folyamatban vegyenek részt, és támogassák úgy a munkát, hogy minél teljesebb és minél a településre igazabb megoldást szülessen a végén. Köszönöm szépen! Igen, nagyon rövid leszek, köszönöm a szót. Először is meg szeretném köszönni Pilisova polgármesterének a véleményét, amit elmondott itt a TV nyilvánossága előtt, főépítész úrnak is, és innen üzenem Ugrin úrnak, a Hun Nemzetiségért Egyesület kisebbségi referensnek írja ő magát alá, 2014
2022-ben lesz választás, kampány már 2013-ban lesz, országgyűlési képviselőnek induljon el az egyesületével, váltsa le a kormány, de nem hiszem, hogy lesz rá esélye, és akkor meg tudja a törvényt módosítani, máskülönben nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek további kérdése vagy javaslata? A koncepció alpolgármester asszony. Kérdésem lenne, hogy a beérkező vélemények azok nyilvánosak-e? Igen, igen. Tehát akkor az is elképzelhető, hogy mondjuk a honlapunkon megjelentessük? Azt gondolom, hogy igen, de szeretnék majd konzultálni jegyzőasszonnyal, mert igazából így a bizonyos mértékig ismerem a jogszabályokat, a teljességüket nem. Ez ilyen adatvédelmi kérdés, megnézzük. Szerintem én úgy emlékszem, hogy teljesen nyilvánosak, hiszen engem úgy címeztek meg, mint főépítész, tehát nem magánlevelezésem ez, és pláne akkor, hogyha egy egyesület fejlécés papírjával, aláírásával, hivatalos formátumban kapom meg, akkor azt gondolom, hogy az egyesület, vagy akár éppen magánszemély, ha arról van szó, várhatólag vállalja az általa leírtakat. Azokat a leveleket, illetve rövid, ilyen SMS rövidségű e-maileket nem is csatoltam be, akik tulajdonképpen csak megköszönték, hogy bevontuk, vagy esetleg anonim, vagy álnéven küldtek be, azokat rögtön le is válogattam, csak akik vállalták aláírásukkal a dolgot. Csak azért, hogyha amennyiben ez nem ütközik törvényi szabályozásba, akkor ennek a honlapon megjelentetését szeretném javasolni. Egy ilyen fülbe, hogy településfejlesztési koncepció lépései és a nyilvánosság bevonása. Köszönöm. Ezen a ponton, mert ez fontos a továbbiakra vonatkozólag, hogy a folyamatosan megújuló honlapunk készítőivel már egyeztettem, és lesz egy társadalmi egyeztetés fül, ami a korábbi önkormányzati rendeletekhez igazítja majd a honlapot, és ott minden ilyen anyag elérhető és letölthető és nyilvános lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek még kérdése vagy javaslata? Illetve, hogy nincs, akkor szavazhatunk. István Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete a településfejlesztési koncepciót elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk. Ez a szennyvíz tisztító pályázat tervezési közbeszerzés vizsgálatának elfogadása. Ugye itt a kapacitásbővítés című pályázat megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési terv és kiviteli tender, tervdokumentáció elkészítés szükséges közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját korábban elfogadtuk. Ez 2012. december 21. napján felkerült, megjelentetésre került a közbeszerzési értesítőben. Itt a határidő az 2018-11 óra volt. Az ajánlatiteli határid lejártáig, tehát azaz január 18-áig egy ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát, ez pedig a Keviter Plus Komplex Vállalkozási Kft. Ugye itt különböző hiánypótlásokat kért a közbeszerzési bizottság, amire a határidő lejártáig nem érkezett be megfelelő dokumentáció, ezért a bizottság ezt érvénytelennek nyilvánította, és javasolja a képviselőtestületnek is, hogy nyilvánítsa ezt érvénytelennek. Annyit hozzá kell tegyek, hogy itt egyébként név szerinti szavazásra lesz szükség. Nem tudom, esetleg szeretnétek kiegészíteni? Nem. Van-e valakinek kérdése? Nincs. Akkor határati javaslatra kerül sor. Pilistra Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete a KEOP kötőjel 1.2.0 per B kötőjel 10 per 2010 kötőjel 0020 számú Pilistraba szennyvíz tisztításának kapacitás bővítése tárgyú pályázat tervezési közbeszerzési bírálatát elfogadja. A közbeszerzési eljárás KBT 76 paragrafus 1 bekezdés B pontja alapján eredménytelen,
Mivel kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra a közbeszerzési eljárás során. És akkor jegyzőasszony, kérlek, hogy a névszerinti szavazást azt segítsen lebonyolítani. Gáspár Csaba polgármester. Igen, tehát elfogadom. Barátné Kozák Erzsébet. Elfogadom. Bácskai Beáta alpolgármester. Igen. Mocsári Dezső képviselő. Igen. Peterdi András képviselő. Igen. Simon Gyula képviselő. Tartózkodom. Stjavola István képviselő. Igen. Tázer Marian nincs itt, és Pintér Balázs képviselő. Igen, bocsánat. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igennel és egy tartózkodással elfogadta a képviselőtestület ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk, ez pedig a 2016. évi közbeszerzési terv módosítása. Gábor, megkérlek, hogy terjezd elő ezt a napi rendi pontot. Köszönöm a szót, polgármester úr. Pont a előző napi rendnél érvénytelen közbeszerzés vonzata az, hogy módosítanunk kell a korábban elfogadott közbeszerzési tervünket. A 26/2013 számú határozattal mi elfogadtuk a közbeszerzési tervet, mellékletben megtalálható a már javított változat. Itt kiegészül még ez az új eljárásnak a beiktatásával, aminek a közbeszerzés tárgya a szolgáltatás, az eljárás a nemzeti, és az alkalmazandó eljárás típus az pedig a közbeszerzési törvény harmadik részének 121. paragrafus 1-es bekezdés B pontja alapján hirdetni nélküli tárgyalásos eljárást vonz maga után. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? A például Dezső. Köszönöm, csak jelezni szeretném, hogy én nem kaptam meg az előterjesztéshez kapcsolatban. Igen. Igen, ez azért nem kaptad meg, mert ez e-mailben ma reggeli órákban került kiküldésre. Ugye a meghívó benne is van, hogy utánküldéssel. Hát volt, aki megkapta a jelek szerint, és volt, aki nem. Tehát ez nyilván nem direkt nem küldték el neked. Hát ez egy baki, de hát majd legközelebb oda kell jobban figyelni. Jó. Gábor? Csak szólni szeretnék most, a kolléganőm szólt, hogy kedves feleségének tegnap odaadásra került, csak akkor ezek szerint nem jutott el önhöz. Nem aludtál otthon. Szóval az asszony. Az asszony a hívás. Jó. Rendben. Jó, hát akkor aki elfogadja ezt a terv módosítását, kérem, jelezze. Egyhangú szavazatokkal elfogadtuk, ugye szintén ennek a... Igen, szavazott. Tehát a következő napirendi pont pedig ugye a szintén ezzel kapcsolatos, ugye a pályázat ajánlattételi felhívás elfogadása. Gábor, legyen szíves. Az előterjesztésre kiküldésre került az ajánlattételi dokumentáció, amiben egy kis változással szeretnék élni, ugyanis pont most a testületi ülés előtt volt egy projektértekezlet, ahol minimális javítások születtek az ajánlattételi felhívásban. Itt a 11. pontban az ajánlatok értékelési szempontjánál a súlyozási részszempontok azok teljesen megszüntetésre kerültek, tehát a bírálat szempontja az teljesen értékszempont lesz, tehát a legolcsóbb ajánlat lesz a győztes. Valamint a dokumentáció 6. oldalán lévő felbontásának helyes ideje az március 28-ai dátumban került meghatározásra, valamint mivel ez egy tárgyalásos eljárás, az első tárgyalás napja pedig április 8-ban lett meghatározva. Tehát az anyaghoz képest ez a változás az ajánlattételi felhívásban. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése vagy javaslata, akkor ezzel a kiegészítéssel, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, napsugárló óda vezetői pályázat kiírása, amire azért van szükség, mert hogy a korábbi vezető
január 15-én, tehát ez év január 15-én beadta a felmondását. Ugye a közalkalmazotti jogviszonya március 15-én szűnik meg. Ugye március 15-ával ugye a helyettese fogja ellátni a vezetői teendőket az új óvodavezető megválasztásáig, úgyhogy ide ki kell írjuk a pályázatot erre a posztra. Nem tudom, van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése. Szerintem egészen egyszerűen egyértelmű az előterjesztés. Ha megint, akkor nem olvasom fel a határati javaslatot, jó? Aki egyetért, hogy ezt a pályázatot írjuk ki, akkor kérem, jelezze. 8 egyhangú szavazattal egyetértettünk benne. A következő napirendi pontunk beszámoló a 2012-13. Évi hó- és csúszás mentesítéséről. Ugye a korábbi évekhez képest a Skalabona, tehát ugyanúgy a Skalabona Transpert Kft. Látta el ezt a munkát. Ugye volt dolga bőven, hiszen elég komoly tél volt. Én azt gondolom, hogy, és ugye a TÜKI bizottság is tárgyalta, és ugye ő is elfogadta a beszámolót, hogy különösebb probléma nem volt. Természetesen a korábbi évekhez megszokottan, most is azért voltak észrevételek. Volt, ahol észrevételezték, hogy esetleg kisebb utcákban, vagy kisebb közökben nem lett eltakarítva. Ez teljesen életszerű, hiszen ugye van neki egy kijelölt útvonal, amely szerint halad, de nagyon sok esetben tényleg hárman is leellenőriztük, hogy hol van éppen a kotrógép, merre takarít, és hát nem egyszer volt, hogy délután 4 órakor nekiállt, és még hajnalban még kim volt az utakon. Én azt gondolom, hogy leszámítva ezt az egy-két kisebb problémát, például volt olyan köz, ahol nem fért be az úgynevezett hólapátja, akkor azt el kellett menni kicserélni, tehát ezt is megtette. Tehát összességében azt gondolom, hogy rendben történt a hólatakarítás. Nem tudom, hogy esetleg elnök úr szeretné kiegészíteni, vagy tanácsnok úr. Nem. De mégiscsak jó. Talán annyit, hogy igen, tehát magán az összegen is látjuk, hogy ez jelentősen megterheli a költségvetést, de hát úgy gondolom, hogy ugye téltábornokkal nem lehet viccelni, tehát hogyha sajnos ennyi hó volt, akkor igenis. Ezt a feladatot el kell látni, hiszen kötelező feladat. A hozzáállásához a cégnek, illetve magának a sofőrnek még annyit, én is sok pozitív dolgokat tudok elmondani. Számtalan esetben volt ugye közlekedési fennakadás, árokba csúszott autó, egyéb, és amit nem tudott a polgárőrség, a rendőrség megoldani, akkor az igenis odajött ez a hótoló, hókotró autó, és kiúszta az árokból a bajba jutott embereket, illetve gépkocsikat. Tehát én azt gondolom, hogy egy szóra jött és segített minden további nélkül. Tehát az alapfeladatán túl a lakosságot egyéb módon is segítette. Tehát csak megköszönni igen. Tudom. Ja, köszönöm szépen. Itt még annyit talán ehhez kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy a 10-es úton elég sok probléma volt egy jó darabig. A szokásos útszakaszon, tehát itt a Kenderesi út kereszteződése, tehát tulajdonképpen Józsefinumtól Pilisvörösvárig, itt ugye rendszeresen lefagy, és a közútkezelő ezt sorozatosan késve szólta, ugye itt történt egy személyes egyeztetés, utána már megállapodtunk abban a közútkezelővel, hogy ha kell, ha nem, téli időszakban ezt hajnalban mindenképpen meg kell szórni. Nagyon sok baleset volt, de szinte, majd tanácsnak úr megerősít ebben, mert elég sok balesetnél ott volt személyesen is, szinte majdnem mindig nyári gumival közlekedők okozták ezeket a baleseteket, legyen az személyautó, kis terautó vagy kamion. Tehát itt is azért szeretném kérni a lakosságot, hogy a téli időszakban azért hát jó lenne, ha feltennék a téli gumit, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor tömegközlekedést használják, mert nagyon sokszor azért volt fennakadás, mert ilyen nyári gumival közlekedők okozták a fennakadást. No, visszatérve a
eredeti előterjesztése. Tehát ez az összeg, amit itt tanácsnok úr is mondott, hogy egészen, tehát elég sok és tetemes, ez egész pontosan ugye 10.177.650 forint, tehát tényleg elég komoly összeg. Úgyhogy nem tudom, hogy valakinek észrevétele vagy javaslata ezzel kapcsolatban. Nincsen, akkor a határati javaslat. Pilista Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a 2012-2013 évi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére szóló beszámolót elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Skalabona Transpet Kft. Téli hóeltakarítására és síkosságmentesítésre kötött szerződésen foglaltak alapján készült bruttó 10.177.653 forint összegű számlát befogadja. Határidő egy hónap, felelős a polgármester, aki egyetértve kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk pedig a 2013. évi útjavítási munkálatok. Tüki Bizottság tárgyalta, ugye 6 ajánlatot kért be műszaki odavezető úr, abból 5 ajánlat érkezett be. A Tüki Bizottság ezzel kapcsolatban hozott egy határozatot, ez 3 pontból állt. Egyrészt a különböző nyilatkozatokat kért be arról, hogy a megfelelő eszközállomány rendelkezésre áll, és hogy ezt miből tudja megvalósítani, illetve referenciát kért be, illetve kérte a műszaki irodától, hogy egy táblázatban jól láthatóan tegye be, hogy ezek a munkálatok összesítve mennyibe fognak kerülni. Majd ezek után a hiánypótlás az elküldésre került, és 2 cég adott ezek alapján érvényes árajánlatot. És akkor nem tudom, hogy elnök úr vagy Gábor, te szeretnéd ezt konkretizálni, vagy? Jó. Jó, tehát annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a költségvetésben 6.355.000 forint áll rendelkezésre, ezért egyből jelezném is, hogy a határozati javaslatban ott a számhibás, egy nulla lemaradt. Ezen kívül ugye az ajánlatok, akik beérkeztek, az a Puhitárnok, a Rodart, a Belpa, a Nexusbau és a 4-es Épp Kft-től érkeztek be. A hiánypótlást követően ugye a Puhitárnok és a Belpa Kft. Adott komplex ajánlatot hiánypótlással. Ezek alapján a bizottság rendkívüli ülést tartott a tegnapi nap folyamán, és a következőket állapította meg. A minden munkanemben a Belpa Kft. Ajánlata volt a kedvezőbb, kivételt képez az útmegsüllyedések helyreállítása 1 méter mély feltárás nélkül. Munkanemnél itt indítványozzuk, hogy árlejtéssel keressük meg a vállalkozót, és a Puhitárnak árajánlatát, amennyiben el tudja fogadni, akkor kerüljön szerződéskötés, vagy akkor jussunk el a szerződéskötéshez. Ezen kívül a bizottság javasolta, hogy a korábban a tárgyalandó munkanemek közül vegyünk ki 2 forrás hiány miatt, miután az utólagos felmérések következtében kiderült, hogy ugye rengeteg a kátyú, ezért a meghatározott pénzösszegből nem tudjuk finanszírozni már nagyfelületi aszfaltozást, és erre hivatkozva hoztunk határozatot is. A földutak gyalulását pedig lehetőség szerint a Viszmajor pályázati lehetőségeket kihasználva kívánjuk megvalósítani. Ennek értelmében a bizottság még egy határidőt szabott meg, amit remélem a testület is elfogad, hogy a kivitelezés befejezési határideje, tehát itt már úgy értve, hogy minden nemű utólagos vizsgálattal és átvétellel együtt 2013. április 20-a legyen legkésőbb. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van esetleg egy kérdés valakinek? Úgy látom, hogy nincsen. Akkor ezzel a kiegészítéssel
Bocsánat, tehát akkor úgy látom, hogy kérdése nincs senkinek ezzel kapcsolatban, tehát akkor elhangzott kiegészítésekkel, aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem, jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, bérleti szerződés meghosszabbítása Könyves Tóth Kinga gyógytornásszal. Ugye bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy korábban ugye ő egy 19 négyzetméteres helységet bérelt az emeleten, az orvosi rendelőnél. Ugye a védőnök miatt ugye ANTS kérésének megfelelően ugye át kellett alakítani ezt a helységet, és ugye alul kapott egy 22 négyzetméteres helységet a Kinga, ugye ebbe átköltözött, ugye itt kötöttünk egy szerződést, ami lejárt, ezért szükséges módosítani. Ugye az előterjesztésben benne van, hogy a bérlő havonta 500 forint per négyzetméter helységbérleti díjat fizet, ez azért ennyi, mert ugye korábban egyeség született, hogy neki ezért nem kell komolyabb összeget, tehát az átkötözés miatt nem kell komolyabb összegű bérleti díjat fizetnie, a rezsi megfizetése pedig a korábban meghatározott módon kerül, ugye százalékos arányban kiszámításra, tehát más komolyabb módosítás nem történne a szerződéskötésnél. Nem tudom, hogy valakinek ezzel kapcsolatban kérdése vagy esetleg javaslata. Azt nem tudom még megmondani én, hogy a bérleti szerződést az ügyvéd úr látta, már is visszaküldte, és rendben van. Jó, akkor ez is megvan. Akkor, ha nincs kérdés, akkor azt gondolom, hogy szavazhatunk. Pilisson Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete egyetért a bérleti szerződésben foglalt tartalmi elemekkel, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Határidő azonnal felelős a polgármester, aki az egyetért kérem jelezze. 8 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Az utolsó egyebek napirendi pont, ugye itt a temető működtetés kiadási oldalára vonatkozott tájékoztatás, ugye korábban ezzel kapcsolatban nem kaptunk kielégítő tájékoztatást, és most sem tudok beszámolni, mert kaptunk egy levelet a üzemeltetőtől, hogy körülbelül, azt hiszem, ha jól emlékszem, 40 helyen üzemeltet, és a könyvelés ezt még nem bontotta szét, de Norbi, hagyj kérdezem meg, hogy van-e más egyéb információ ezzel kapcsolatban? Nincsen. Úgyhogy tehát azt, amit a PEB, illetve a testület kért, azt nem tudjuk megadni magyarul. Hát reméljük, hogy később időpontban erre sor tud kerülni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Hát. Igen, a temető kerítés, ugye korábban volt erre vonatkozóan döntés. Ugye az erdészkertben ott az a vállalkozás, amit ugye jól láthatunk, hogy ott különböző homok és egyéb kupacok vannak, az elméletileg ugye május 31-ig lett meghosszabbítva a szerződése, tehát reményeink szerint ott le fognak vonulni, a szerződésük szerint ott rendbe fogják tenni azt a placot, és akkor a június folyamán megújul a temető kerítés, hogy gyakorlatilag ki lesz cserélve. Ennyit lehet tudni, ez igazából csak rajtunk múlik, amikor azt mondjuk, hogy ezt meg lehet kezdeni, akkor a cég, a SZIGÜ megkezdi ott a kerítésnek a cseréjét. Nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban esetleg még kérdésed, nincsen. Akkor még miért bezárnám a testületi ülést, akkor szokásos hirdetni való. Hát ha valaki esetleg élőben nézni a Pilis TV honlapján a testületi ülést, akkor nekik mondom, hogy a holnapi nap március 13-án Földes László koncertestje lesz a Clarissa házban 19 órakor. Március 15-én hagyományszerűen a polgármesteri hivatal előtt 10 órakor lesz a megemlékezés. Ha netalántán
nagyon rossz idő lesz, tehát, tehát nem csak hogy havazás, hanem komoly hideg és szél, akkor a Clarissa házban lesz megtartva, és utána lesz koszorúzás. Március 23-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Hauk János Iskola rendezésében lesz, ez szombati nap, a kitelepítések 67. évfordulójára, ez 16 órakor kezdődik itt a Irodalmi Ház udvarán, majd utána Szent Mise lesz a plébánia templomban. Hát rengeteg rendezvény lesz még a honlapunkon, illetve a Clarissa háznak is van már honlapja, ott is ezt figyelme lehet követni. Én egyet szeretnék kiemelni még, mert addig nem lesz képviselőtestület ülés, ez pedig április 5-én, ez egy reményem szerint egy szép pénteki nap lesz. 17 órakor dr. Dávid Tamás, aki mondhatom, hogy rákutató professzor, ő tart egy előadást. Aki ismeri a munkásságát, az nyilván el fog jönni, aki nem ismeri, annak javaslom, hogy jöjjön el, mert nagyon érdekesnek ígérkezik, hiszen ők kifejlesztettek egy olyan módszert, amivel igenis hát komoly eredményeket értek el, és ezt érdemes azt gondolom végighallgatni. És akkor az önkormányzat és a kisebbség, illetve a nemzetiségi önkormányzatok nevében, polgármesteri hivatal dolgozói nevében is mindenkinek áldott béke és húsvéti ünnepeket kívánunk. És akkor a mai ülést azt 7 óra 23 perckor lezárom.